Sziasztok srácok, Debrecen mellett Halápon lesz egy gyereknap június 3-án, amin én, Szabi és Kitty is ott leszünk. Színpadi programokon vehettek részt velünk, ahol lesz egy koncert is Szabitól. Ja, és a legfontosabb, az egész ingyenes lesz, szóval nem kell semmit fizetnetek érte. És ja, 15 órakor lesz ez majd, szóval akkor mindenképpen legyetek ott, de előbb is jöhettek. És nagyon fontos, hogy a termékeink is killesztek, amit, ja, a legeslegújabb termékek, amiket még soha nem láttok. Szóval mindenképpen, hogyha akartok olyat vásárolni, akkor gyertek el a leírásban. Van több infót, találkozunk, sziasztok! Nem hiszem el, hogy meghalt! Legrosszabb tévézés! Egyetlen film voltam, amit nagyon érzelmes ember vagyok, jó? Oké? Okay? Egyetlen film volt, amit írtam, az a húsgyár veszedelme. Húsgyár veszedelme? Mert nézhetem ilyen filmeket. Amikor felrobban, mindjárt felrobban a tévé, jó, és elegem van. Hagyjál békén, várjál. Csönget vala... Apa! Fiam, szia Dani! Megjött apa, szia fi... szia apa! Ilyen kis jó autót, hát kinek találták ki ezt a házat? Hát úristen! Na, jó, oké, gyere be nyugodtan. Úristen, még mindig ezt a zével élsz együtt. Hagyjál már békén, most miért nem lehet engem szeretni? Na, maradjál csak, na most az idősebb beszél. Figyelj, fiam, azért jöttem ide, mert úgy hallottam, hogy nem igazán tudsz megélni egyedül, szóval még jöttem vissza gondoskodni rólad. Ó, nagyon kedves vagy apa, jól van, oké. Na, elsősorban a leckédet szeretném látni, amiket milyen tanulom most. A leckémet? Hát én 2-es, 3-as. Micsoda? Jaj, 4-es, 5-ös, 4-es, 5-ös, 4-es, 5-ös. Nem tudod ide bejönni. Ja. Igazad van, kis. Most az összes ajtót ki fogjuk kicsit bővíteni. Mi? Ajaj, az majd. Így néha, hogy kicsit jobban elférjünk, hogy nekem is olyan egy kis helyen. Na jó, nem, ez így nem mehet tovább. Apa, nekem elegem van, menj ki innen. Mi az, hogy menjek ki? Add ide a telefonod most azonnal. Nem, kis tél van. Kis? Add ide a telefonjaitokat. De hát ez az enyém. Add ide azt a rohadt telefont. De én még nem is csináltam. Add oda neki, kis, add oda neki. Én nem akarom. Na, gyerünk, ide fel, jó? Hol a szobád? Menj a szobádba. Itt vagyok fent. Te is. Nem is itt lakok. Gondolkozzatok el, hogy mit csináltatok. Jó, oké. Nem lehet itt elférni ebbe a házba, hót kicsi. Nem tudom. Ez ilyen szobátok? Igen. Jó, oké, akkor most szépen mentek kétkezi munkát végezni. Gyertek lefele, ástok nekem egy gödröt. Mi van? Mi van? Mi az, hogy mi van? Két kézzel ástok egy gödröt. Jó, kis, gyere meg. Megtanuljátok, mi ez a munka. Ja, kis, ennek te örülsz. Úristen, látod? Apa, kész is, ők én csináltam. Két gödröt kell ásni, neked is kell egyet oda. Mi? Jó, oké, én is ások egy gödröt. Jézusom, ez nagyon nehéz. Nézd, apa, itt egész... Én egy egész alagutat ástam. Ó, nagyon ügyes vagy. Jó, rendben, oké. Okay. Jön a következő feladat, most szépen csináltok apádnak egy kis vacsorát. Jó, addig elmegyek tévézni. Apának vacsorát. Kis, gyere, várjál, segítek, gyere, nyújtom a kezemet. Akkor ássi magadat, mindegy. Ja, még egy fontos dolog, hogy én úgy szoktam lenni, hogy ugye szeretnék levest, másodikból kettőfogást, utána még egy levest, kettő darab desszertet, és utána még... Na, jó, oké, jó, csináljuk. Meg akkor innivalót, meg limonádét is hozottam. Jól van, Istenem, kis. Most komolyan, mit csináljunk? Mi ez így, te komolyan? Nekem van egy nagyon jó ötletem, szerintem ez így full egyszerű, hogy nem tudom, ennyire nem félek tőle. Mi az, hogy nem félsz tőle? Na hát már mi nem úgy nem félek tőle, hanem hogy ezt én ma megoldottam. Hát tessék, nézd, itt a kártyát, lehúztam, megrendeltem a kaját. Mit? Milyen kaját rendeltél? Hát rendeltem desszertet, meg minden, meg magamnak még rengeteg hús, legalább egy nem tudom, 100 000 forintért biztos. Na, jöjjetek felfele! Mi az, apa, mondjad? Gyertek, valaki masszírozza maga lábamat, mert nagyon nem vagyok jól. Jaj, kis, jó, ez a te dolgod lesz. Mi? Fiam, te meg eddig gyere lábtartónak. Mi van? Micsoda? Valaki tartsa a lábam, másik jó, nyomta, oké, jól van. Úristen, de amúgy itt mi egyedül lakunk? Na, én gondoskodom most róla. Apa, miért ilyen büdös a lábad? Mert én férfi vagyok, emlékszel, én 6 órákat mentem azért, hogy bemenjek az iskolába reggel, korán kezdtem. Na, köszönöm, kajám hol van? Csináljuk, 20 perc is futár. Na jó, már kis, valamit kezdenünk kell apával, én ezt nem viselem el, tehát nem tudom, átköltöztek hozzád, hogy valami?
Biztos, hogy nem, akkor is jön hozzám. Nem, az egyedüli. Old meg egyedüli, megyek haza. Mi? Micsoda? Nem már kis, ez nem teheted. Kis? Ha, miért? Mert ez így nem jó, nem, valamit ki jó, kell találnunk. Dani, Dani, nézd, adok valamit, de semmi. Mi az, mit akarsz adni? Egy hasznos dolgot. Úristen! Kapok laptopot, Jóki! Várjunk laptopozni! Várjátok, nem tudom, valaki nagyon csúnyán oda kakilt a WC-be, szóval majd takarítsátok már le. Nem tudom ki volt az, de takarítsátok le. Jó, nem, jó, oké, gyere, Dani, itt csináljuk a kaját! Jó, oké, jó ötlet. Dupla laptopon. Jól van, oké. Gyere, Gobi! Bum! Headshot! Boom, headshot! Hey, Dani! El is tüntetjük! Na most szépen, te is! Téged kikötlek! Gyere! Mi? Hova? Hagyjál már végén! Mind a fel a padlásra! Mi? Hagyjál már! Én nem megyek fel, elegem van! Húzás felfele! Nincs visszaszálljálás! Nem, szólok anyának, felhívom! Na, ne kezd ezt! Ne! Nem! Mi az, hogy nem? Nem! Na jó, most szépen itt rendet, ezt a kis ide fogtok építeni nekem egy nagyon szép hálószobát, jó? Milyen hálószobát? Miért nem hálószoba, ez gamer szoba? Te nem lakhatsz itt, apa, ez a mi házunk! Miért ne lakhatnék itt? Hát fiam, én látnak el, én nevelnek az életet. Az ott elkezdem, a házi feladatod volt? Igen, elkezdem felírni a házi feladatomra azt, hogy apa egy lúzer! Jó, ezt holnap be is adom! Hogy mondhatsz ilyet? Apa, ne létsz, csak a gázpisztolyjal, ne! Jó, oké, figyelj, ne akarsz, hogy a szíjat vegyem elő, most már nagyon elegem van ebben az egészből. Nem állj nekem, ezeknek levegőzni kell, menjetek kifele a játszóbbére játszani. Gyere kis, menjünk ki innen. Kis, gyere. Kis, azt mondta, hogy menjünk a játszótérre, hogyha nem találod minket, akkor végünk van. Gyere már, aki nincs idő megfulladni. Gyere már. Hova kell lennünk? A játszótérre, vagy megver minket. Hol járkáltatok? Megyünk a játszótérre. Azt mondtam, hogy a játszótérre kell menni. Megyünk a játszótérre. Gyere kis, csináljuk úgy, mintha játszanánk, gyere. Érezzétek jól magatokat, látjátok milyen jó? Vörös homok. Na, innen nem mehettek itt játszatok, én addig elmegyek addig a boltba. Véletlenül sem iszok semmilyen cuccot. Szóval játszatok addig jöttem sokára. Na jó, kis figyelj, itt a vége, én ezt tényleg nem bírom. Most azonnal találjunk ki valamit, hogy hogyan szabaduljunk meg apától. Laptop. Te csak játszani akarsz? Na, valamit ki kell találnunk is most már. Figyelj, mi lenne, hogyha megszivatnánk? Nekem van egy ötletem, azt kellene, hogy be kéne hívni a WC-be, hogy ott a kajája, és aztán lerakni ilyen pókhálót, és ennyi. Szerintem rakjunk le oda nagyon sok ilyen kamukakit, az gondolom, hogy biztos van nálad. És dobáljuk ott tele, és zárjuk be őt oda, és akkor biztos elege lesz, és elmegy. Nem hiszem el, nagyon elegem van belőled, Dani. Apa, mit ittál, vagy mi bajod van? Nagyon, miért kellett így viselkedned? Apa, nézd, gyere, nézd, kitaláltam neked egy meglepetést. Meglepetést? Gyerünk! Gyere, menj be a WC-be! WC-be? Mit akarsz már itt? Ne, engem ne zárd be, kis! Gyere! Mit csinálsz, Dani? Gyere, ez az apa, na mi van? Na mi van? Most azonban engedj ki! Most azonban engedj ki, vagy nem kérdés az ember! Kisebb lett a ház, de semmi baj, szerintem megéri. Á, Istenem, jól van kis, ezt nagyon szépen megcsináltuk. Ennyi. Most van, nem fog tudni kijutni sehogy sem. Áj, tudod mit? Szerintem menjünk fel és gépezzünk egy kicsit, jó? Á, jogos, bár nem beszélt. Most azonban engedj ki! Próbálj csak, apa! Na jó van, kis! Gyere! Lépjél fel! Úristen! Figyelj, mit csináljunk? Minecraftozzunk? Jó. Nézd, milyen házat építettem! Mutasd! Látod? Nagyon menő! Nézd, ott vannak a lovaim! Nézd a hang. Milyen hang? Nézd a... A katonaszállal megtanítottak, hogy kell kiszokni! Mi? Na most ezért nagyon elveszel lassan volna. Apa! Gyere csak ide! Hogy tehetted ezt? Mit képzeltél magadról? Apa! Ez csak azért volt, hogy megmutassam neked az ötös dolgozatomat. Ötös dolgozatot? Várjál, hol a szemüvegem? Ötös alá, pontosan. Azt mondja, hogy...
Ötös alá lett épp, hogy egy ponton múlt a csillagos ötös. Danikám, nekem ez nagyon kettesnek tűnik. Nem, az egy ötös, nem írtam át. Hogyan nézzem csak, ez egy kettes. Hol van? Kettes, neked meglett a kettes? Nem menekül egyszer. Azt a te hibát kismert, te tanítod rosszra. Mi? Én biztos legyen. Takarodjatok a házból, nem érdemlítek meg, hogy itt lakjatok. Micsoda? Aj, na jó van kis. Én nem akartam ilyen dolgokhoz folyamodni, de szerintem eljött az idő. Igen, én is hazamegyek aludni. Nem az, hogy hazamegyünk aludni, kis. Engedj már be. Na jól van, hol a telefon? Add ide a telefonodat. Elvette? Mármint az egyiket a 30-ba. Na, jól van, aki, adj már ide a telefont. Melyiket? Tudom, hogy kit kell hívni. Melyiket? Az iPhone-t, tök mindegy. Na, ez tök ledes. Jól van, tudom, hogy kit kell ilyenkor hívni. Na? Jézus, menjünk el! Jó, így, itt le is parkoljuk a kocsit, nem akarok túl közel állni. Jaj, távolra is hallom a rikácsoló hangját. Hello, Béla! Jaj, Erzsi, mit keresel itt? Hát, nem tudom, te mit keresel itt a fiúk? Hallottam, hogy mit csinálsz, mert elviselt minden. Tudom, én csak nevelni akartam. Tudom, hogy úgy már nagy megyed. Miért kell mindig ezt csinálni, mert komolyan mondom, nem hiszem el. Ne haragudj. Menjünk, mi legyen? Jó, itt békén vagyok. Menjünk ki fele innen, a fiúk egyedül lakik. Na, én pedig addig főzök neki valamit, várjál. Csinálok neki turmixot babából. Kis, megmondtam, hogy ez működik. Ez ügyes volt, erre azt mondom, hogy Istenem, a tapsot azért létszik, legalább egy tapsot. Sziasztok, fiam! Hogy vagytok? Mi? Bocsi, apa, nekem most el kell utaznom egy hétre, csá. Kedden jövök. Nem utazhatsz el csak így! Gyere csak ide! Dehogy nem! Mi az Isten?